Így nézett ki június elején a Velencei tó kapuja projekt keretében megújulásra váró Velencei Szabadstrand. Akkor azt mondták, június végére a projekt lezárulta előtt, megnyílik a fürdőzni vágyók előtt a Szabadstrand egy része. Most, július elején így néz ki a strand területe. Tábla és egy kerítés jelzi az építési területet, belépni tilos. A homokhalmak ugyan már eltűntek, de a homokos strand jelei még csak körvonalakban látszódnak. A velencei polgármester Holáné Surányi Ágnes azt mondja, a kivitelezőknek róható fel, hogy nem készült el a projekt zárási határideje előtt a strand. A kivitelező a megállapodott időre, előrehozott időre nem tudott megfelelni. Oka ennek elsősorban az, hogy maga a projekt is több hónapos késlekedést szenvedett a néhány magánszemély és civil szervezet bejelentései, majd azt követő vizsgálatok után. Mint a polgármester mondja, szerették volna átadni a fürdőzni vágyoknak a strandrészt még a szezonban, de a kivitelező zalaegerszegi cég úgy néz ki rosszul mérte fel a terepet és vállalását, persze a több hónapos csúszást a folyamatos feljelentések miatti hatósági vizsgálatok is növelték. Így valószínűsíthető, hogy csak a teljes projekt lezárultának idejére, szeptember végére tudják majd csak átadni a velencei szabad strandrészt. Ez az a kerítés, ami egyelőre az építkezési területet jelzi itt a velencei Szabadstrandon. A projektmenedzsert, Csabina Zoltánt telefonon érte utolhíradónk. Ahogy ő fogalmazott, pár héttel ezelőtti műtétje miatt ő most nem rendelkezik bővebb információval arról, hogy hogy is állnak a munkálatok. Annyi bizonyos, hogy a mögöttem látható a velencei tó kapuja projekt során megújuló Szabadstrand egyelőre még nem nyitotta meg kapuit. Addig is a velencei tó többi strandra várja majd a fürdőzni vágyókat. A Fejérvár Televízió híradóját Szabó Miklós Bence tudósította.